De azt ott van nálunk egy ilyen háztartási boltféleség, ilyen százas boltféleség, és most ezt a szenzitívet vettem a Nikinek meg, ugye mivel külön próbálom mosni az ő ruháit, meg az enyémét is, igaz elég nagy a mosógép, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogom megoldani. Ez 3175 forint volt, rá van írva, hogy Siemens, meg Bosch, úgyhogy, hát nem tudom. Remélem, hogy nem fog viszketni a bőre. Majd valami szenzitív öblítőt is ki akarok próbálni, mert ugye lehet a tojás érzékenységtől is viszketett, meg mit tudom én, meg ugye az nagyon sokáig a szervezetbe marad. Úgyhogy meglátjuk, remélem, hogy jó lesz, ha más nem, majd anyukám elhasználja, vagy mit tudom én. Eléggé intenzív illata van most is érezni, de hát ez egy hosszú ideig elég lesz. 2350 forint volt ez a 24 tekercses mosógép, WC-papír, ugye ott lent a százas boltba. Ez a Koppol van, ez 409 forint volt, ez a százas boltból van, ez 700 forintból volt, én csak lestem, hogy ugye a Zósönbe szoktam venni azt a kis hipószerű, olyan domestos féleségű, akármilyen felmosót, ugye én ezzel felmosni szoktam, és itt az 700 forint is, itt meg a százasboltban 700 forint volt, én százasboltnak hívom. És akkor ez az ablaktisztító 500 forint volt, nagyon kis jópofa fakonja van, ez 799 forint volt, ez a Domestos fehérítő, ugye a vannak ilyen saját varrott blúzjaim, ami fehér, és ráférne egy fehérít is, hogy a jó szép fehér legyen, és ez nem szedi szét a ruhát, ugye, és azért vettem, megláttam, hogy van ott, és megvettem ott, még kell pár dolog, majd a DM-ből azt megveszem, amit kell, ugye még egy öblítőt, valami szenzitívet nézek a Nikinek, mert ugye lehet, hogy nem voltak rendesen mosva a ruhák, mert nem volt ez a mosógép olyan jó, nem koszos a kezem, nem tudom, miért néz ki így, kakaócsikát tettem, lehet, hogy azért, és hát ugye lehet, hogy azért benne maradt a tisztítószer ugye a ruhába, mert nem mosta ki rendesen az a mosógép szerintem, vagy nem tudom, úgyhogy ez ilyen szenzitíves, remélem, hogy nem fogja bántani a bőrét, majd meglátjuk, ha viszket anyunak odaadom, elhasználja ő. Tesco-ba is rendeltem magamnak egy öblítőt, végre egy kokolinót, valami blueberry-s illatot, nem tudom, hogy milyen az illata, de biztos jó lesz, nem koszos a kezem, kakaós csikát ettem, nem mostam meg rendesen, úgyhogy azért olyan a kezem. Ezt a kobba vettem, 309 forint volt egy papírzsepi, úgyhogy vettem kettőt, mert én meg 369-ért veszegettem, meg 419-ért, úgyhogy egyből kettőt vettem. Nikinek a játékaiba vettem elemet megint, mert lemerült neki, van egy ilyen unikorn is, ugye, majd megmutogatom, meg ugye a mesemaci, úgyhogy van egy csomó játék, és azok neki oda vannak rakva, és azért vettem az elemet, mert lemerült. Ez nagyon jó volt, ezt is ott abban a háztartási boltban, vagy százas boltban vettem. Ennek nagyon jó illata van, WC ilyen illatosító rúd, és nekem nagyon bevált. És van több darabos is, azt hiszem, az 899 forint. Legközelebb veszek olyat, az ilyen nagy kiszerelésű. De nagyon jó illata van, tényleg ilyen gyümölcsös, citromos, úgyhogy nagyon bejött nekem. Úgyhogy még az Oceanbe vettem egy kapszulát ugye magamnak, meg egy öblítőszert, ilyen kokolinót, mert én nekem az kokolino a kedvencem, és ezt a koncentrátumot kerestem, ugye, és nem volt, de itt a százasboltban meg egy csomó volt, úgyhogy le fogok menni, és oda veszek el még egy fajtát magamnak, mert én azt a koncentrátumot szeretem, majd úgy is fogom mutatni, és az nekem nagyon bevált, nagyon szeretem az illatát, csak ugye a régi mosógép nem vitte ki. Ezt az Audi sprét vettem most meg a Nikinek, mert múltkor ő kifújkálta a fülspréjét, úgyhogy majd most ezt fogjuk kipróbálni, ez csak sima ilyen tisztított tengervíz, remélem, hogy nem fogja kiszárítani a fülét. Majd meglátjuk, mert ugye a Custom meg nem volt, az meg ilyen olajas, inkább az jobb lett volna, de hát sajnos nem volt, úgyhogy ezt vettem meg, ez is 3700 valamennyi volt, úgyhogy eléggé drága minden. Úgyhogy ennyi lett volna ez a picike videó most, ezben csak ilyen tisztítószerek vannak, meg ugye kenyeret voltam venni a Nikinek, ugye ezt beszoktam fagyasztani neki, és akkor ebből készülnek a szendvicsek. Ja, és egy csomag felvágottat is vettem.
hogy legyen, míg nem jön a Tesco, este 8 és 9 között jön a Tesco, úgyhogy lehet, hogy csak a holnapi nap fogom föltölteni azt a videót. Szép napot, sziasztok!